Jó. Tehát a lényeg az, hogy lenni kell mindenkinek egy saját történetének. Na most ugye van nekünk egy olyan riporterünk, akit úgy hívják, hogy Cudar Beha, aki egyszerűen így rájött arra, hogy ha ő elkezd veletek beszélgetni, akkor egyszerűen így megszólaltok jobban. Most erre nagyon jó példa, ugye tegnap 3 vagy 4 olyan videót, vagy a frasz tudja már mennyit, de nagyon sokat elkezdett készíteni veletek. És ugye a tapasztalatokról beszélgettünk tegnap a Beával, és meglepő tapasztalatok születtek. Tehát majd mindjárt Bea elmondja, hogy tulajdonképpen az, akiről nem is tudunk esetleg semmit, elkezd a Beával beszélgetni, egyszerűen kihozza a kincset a Bea abból a személyből, és hogyha ezt kiteszi valaki, akkor rögtön megismer benneteket. Na most Bea, mondd már egy pár tapasztalatot arról, hogy ugye elkezdte csinálni a riportokat. Nem is riportok ezek, hanem vagy nem is interjúk. Mert tulajdonképpen arról szól, hogy na miről szól, inkább majd Bea mondja nektek. Adom neked nagy szeretettel a hangot, Bea. Köszönöm, sziasztok! A Szabolcs felvilágosított minket, és nagyon hálásan köszönöm neki, mert hogy nem halok meg bután, elmagyarázta, hogy ez interjú. És nagyon örülök, hogyha sikerül olyan munkatársakat megszólaltatni, akik maguktól nem tennék. Most tényleg erre gondoltam, hogy Ungi Ani a példa rá, hogy ő csinál önálló videókat, de a lelkét azt még nem adta oda, és most odaadta, és olyan boldog voltam, olyan felemelő érzés volt, hogy beletette a saját egyéniségét, tehát nem panelmondatokról beszélgettünk, hanem én mondtam nektek a múltkor, hogy a David Sharp, tehát nekem az az etalon, és arra gondoltam, hogy azt kell megszólaltatni az embereknek a lelkét, hiszen nem termékekhez csatlakozunk, hanem emberekhez, és az emberi történetek, senki nem gondolja, hogy mennyire fontos részesei ennek, hogy kit választanak ki azok az érdeklődők, akik minket olvasnak, vagy csak egész véletlenül rákattintunk. Tehát nekünk kell hozni, hogy tudjanak velünk azonosulni, nekünk kell hozni az élethelyzeteinket. Nekem erről ez a véleményem. Nagyon jó tapasztalatom volt például a Lázár Bettivel. Akartam egy olyan kontrasztot bemutatni, hogy milyenek a régi motorosok, és milyen az új hús, és mit tudunk tanulni az újaktól. És ehhez kell egyféle alázat a régiek részéről, hiszen el kell ismerni, hogy rengeteget tanulhatunk az újaktól. A Szabinál is ezt éreztem, amikor a Szabival beszélgettem. Tehát más a habitus, más, és annyit lehet tőlük tanulni, és ezúton is köszönöm. Nagyon szívesen. Én köszönöm, hogy segítesz, mert épp mondtam a Beának, hogy nekem nagyon nagy segítség az, hogyha a Bea elkezd veletek beszélgetni. Na most kitett az egyik társhálózatunk tagja, nem tudom a nevét hirtelen, hogy a Kairos csoportba bementek, akkor tényleg egy nagyon jó sztori, de egyre jobb, egyre több sztorit tesznek ki, és ez tulajdonképpen a mi valutánk, mint annak idején a német márka volt, mert ugye folyamatosan mennek az ellenpéldák. Hú, ez pilóta játék. Na, ez a következő átverés. Tudjátok, amit minden cég ellen egyébként levezettek, a Herbalife ellen, ugyanúgy a Tiens ellen, folyamatosan mennek a támadások, ugyanúgy a minden cég ellen. Viszont egyik újságíró se annyira szorgalmas, mint mi, mert tulajdonképpen ugye, te kiteszel egy olyat, hogy figyú, 2 napja csatlakoztam az üzlethez, és vettem egy ilyen csomagot, és most ennyivel több van az irodámba. Vagy 1 hét, és már ennyi van az irodámba. De milyen jó, hogy most már nem a standard csomagba vagyok, hanem a silverbe, mert ennyi meg ennyi, tehát nem 90 cent, vagy 87 cent, hanem 4 dollár a 4 dollár 90 cent vagy 9 cent, nem is tudom, de 4 dollár az biztos megvan. És hogyha folyamatosan ilyen sztorikat teszünk ki, tényleg így folyamatosan, nem kell ilyen nagy összegeket, tehát nem az a lényeg itt, hogy nagy összegek, bár ha van, akkor nyugodtan kiteheted,
hanem az a plusz $4, az a plusz $1, az sokkal többet számít, és ez a szegény újságíró, ami egyébként fizetett, teljesen blőd baromságokat ír, hogyha jobban valaki megnézi, akkor ez el fog vérezni. Tehát csak úgy lehet, hogy is mondják, ez csúnya kis, sok lúd disznót győz. Úgyhogy mi nem vitatkozunk senkivel. Figyú, nyugodtan kapcsold ki, akár menj ki a reggeli tréningről, ne higgyél nekünk semmit, menj el a munkahelyre. Tudod, majd rá fogsz arra jönni, amikor a munkahelyeden a főnököd elkezd cseszegetni, és akkor így elgondolkozol rajta, hogy tényleg jó helyen vagyok itt. Mert nézd meg, ugye jöttünk be ilyen álmosan, és akkor volt, aki, mint a Rozikának mondom, hogy neves már, de ő nem azért volt ilyen legörbült szája, mert rossz kedve van, hanem egyszerűen figyelgetett. De meg lehet nézni azokat, akik most elmennek egy munkahelyre, és ott eszi a fene őket szó szerint. Nézd, menjetek be akármelyik ilyen plázába, pakolnak kifele, mindjárt 9 óra elmúlt már, ugye butikosok, hogy na, ma vége van, leeltároznak. Mi meg itt ülünk, közben még ülünk, potyorog be önmagától a pénz a webirodádba, tehát hogyha ez nem jó dolog, akkor én most abba hagyom, de ez jó dolog, csak nézd meg, és megkérdezem, tényleg Szabi, most én ugye itt te vagy itt legközelebb, itt jobb oldalon hozzám, ma több van a webirodádban, mint mit tudom én, karácsonykor volt. Tehát csak itt tényleg, hogy itt hazudjál egyet, hogyha kell, de inkább ne hazudjál, csak az igazságot kérjük. De több van, ugye még a karácsony körüli meetingben mondtam a $70, és most már ott már a 80 felé kanyarodik, most már néha én is így meglepődök, amikor bemegyek, hogy megint nőtt egy kicsit. Egyébként, hogy szóba került itt az újságírás, ugye én, mint újságíró, pont tegnap hallottam egy nagyon jó mondást, ami az én személyes küldetésemhez is nagyon jól passzol, hogy ne harcolj a sötétség ellen, inkább gyújts fényt. És igazából ezt látom, a mai legtöbb újságíró ma minden ellen harcol, a többek között, amit sötétségnek gondol, és én pedig szeretnék fényt gyújtani, olyan dolgok mellé állni, ami fényt tud gyújtani az emberek életében. Úgyhogy... Közben nézem, ez az egyik fény, hogy... Közben nézem, hogy valami elmászott. Igen, tudsz rajzolni. Igen, oké. Én megnyomtam egy nagy lányos zavaromba egy gombot, és akkor így nézem, mi történt. Még most én is úgy, persze, már nagyon régóta használtuk ezt a termet, még nekem is meg kell szokni, úgyhogy valamilyen malőr van, akkor a hóhért akasztják. Tehát végül is azt akarjuk ezzel demonstrálni. Most egyébként mi élesbe dolgozunk, nem tudom, látjátok-e. Tehát most az, hogy az élő adásban megyünk néha, úgy tévesztünk, ez tulajdonképpen arról szól, hogy nem kell visszatekerni. Nem is fogom megvágni ezt a videót se, mert nem az a lényeg, hogy most profi dolgot mutassunk, bár szerintem egy elég profi ez a terem, attól függetlenül. Tehát nem az a lényeg, te sem, amikor csináld a videódat, hogy biztos volt már olyan, hogy elővetted az okoska telefonodat, vagy a tabletedet, erről teszem, mert nem tudja valaki a tabletemnek a jelszavát? Nem tudom elindítani. Van egy 100-valány zárfontos tábletem, az elfettem a jelszót. Valaki valami trükköt tud, akkor szóljon. Na, szóval elővetted az okos telefonodat, vagy a tabletet, és akkor ő elkezdett csinálni a videót, tudod, és akkor várjunk, ez nem jó. Volt már nálatok olyan, hogy ez nem jó, visszatekerjük, tudod, vagy így letöröljük. És ez hülyeség, tehát nem kell. Tehát, amikor mi beszélgetünk, vagy beszélgetsz valakivel, akkor mi nem mondod neki, hogy basszus, várjál már, ezt most így nem jó, mert mindjárt újra kezdjük. Bár mondjad be a... Csak a tablettel kapcsolatban elfelejtettem a tablet jelszavamat, és a PUC-kódot kérte, amit nem tudtam, és felhívtam az ügyfélszolgálatot, és mutatott, hozzásegített egy olyan variációhoz, hogy adhatok új jelszót. Tehát adtam új jelszót, és működik. Jó, de PUC-kódot se tudod, akkor mi van? Mondom, hogy nem tudtam a PUC-kódot, és ezért felhívtam, tehát elfelejtettem eleve a PIN-kódomat. Utána a PUC-kódomat nem találtam,
felhívtam az ügyfélszolgálatot, és megoldotta, hogy kaptam egy újabb jelszót. Úgyhogy azóta újra működik, úgyhogy hívd fel az ügyfélszolgálatot, mert van lehetőség új jelszót kapni. Oké. Okay. Bocsánatot. Oké, okay, köszönöm. Nem, ezt nem tudtam én sem, úgyhogy hálás, akkor lesz egy új tabletem megint. Na, visszatérve akkor az eredeti gondolatmenethez. Tehát lehet, hogy most te figyelsz bennünket, és akkor arra gondolsz, hogy most össze-vissza beszélnek, most nem mondják a következő lépést, a titkot, hogy hogyan kellene mondjuk eladni valamit. De ha jobban a sorok mögé nézel, David Wood ezt csinálja egyébként, folyamatosan beszélgetnek, arról szól a dolog, hogy te saját magad, a te sztoridat úgy tudtál adni, hogy miért, a miértedet meglássák az emberek. Na most ti tudjátok-e, hogy mi a miértetek? Például itt van a mi szücsünk, én csak úgy hívom a mi szücs Juditunk. Judit, te miért kezdted el például először is az internetmarketinget, a másodikból, meg mondjuk ha már itt van a legfrissebb, vagy a Kairos, miért kezdted el, hogy tudjuk meg a miértet? Adom a hangot. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Én az internetmarketinget azért kezdtem el, mert több évtizedes próbálkozásaim a network marketingben nem voltak eredményesek. És ugyanúgy, ahogy nagyon sokan mások, elkezdtem keresgélni az interneten, és egész egyszerűen beleütköztem abba a lehetőségbe, hogy online értékesítés, és ez az interneten található kezdetleges információk alapján nagyon megtetszett nekem, és kíváncsi lettem rá. És akkor elkezdtem a részletek után érdeklődni, megnézni a részleteket, meg hát ugye mindenki tudja, hogy én először a Viktorhoz csatlakoztam, felvettem vele a kapcsolatot, és őtőle is nagyon sok információt kaptam, és egész egyszerűen megláttam benne azt a lehetőséget, hogy igen, ez kell nekünk, mert offline módon már nem fogom tudni értékesíteni a termékeimet, nem fogom tudni tovább fejleszteni a saját üzletemet, és hát most már nem a jövő, hanem a jelen az online értékesítés, és ebben láttam meg azt a lehetőséget, hogy tovább tudjak haladni. Tehát kerestem az utamat, aztán így rátaláltam az online marketingre, úgy éreztem, hogy ez az, ami tud működni, és hát így kerültem bele. Azóta se bántam. Ja, és hát hozzá kell tennem, ugye, hogy ez a blogolás azért tetszett meg nekem, mert világéletemben ilyen grafomán ember voltam, és mindig mindent szerettem leírni, meg tetszett maga a blogolás is, nem csak az értékesítés része, hanem tetszett maga az is, hogy én blogokat írhatok, meg szépen a saját blogomat kezelhetem, tehát hogy tehetek bele bármilyen képeket, meg videókat, meg mindent, és hogy ezáltal meg az értékesítési szakmában pedig megláttam azt a lehetőséget, hogy ugye az emberek állandóan az interneten keresgélnek, és hogy az én információm sokkal több ember tud ugye eljutni. Aztán, ahogy egyre jobban beleássam magam ebbe a dologba, és egyre több dolgot megtanultam, egyre jobban tetszett, és most már szenvedéllyel csinálom. Most már egyszerűen imádom, már enélkül nem lennének teljesek a napjaim. És hogy a Kairosba hogy kerültem bele, hát ez egy elég érdekes történet, mert én borzalmasan szkeptikusan álltam hozzá, ugyanis én is átestem ezeken az online munkákkal kapcsolatos gyerekbetegségeken, ugye, hogy én a gyerekbetegségeknek hívom, mert vannak olyan emberek, akik nem tudnak a holdpontról elmozdulni, és már hosszú-hosszú évek óta biztos ti is találkoztatok olyan emberekkel, akik mindig új, ez az évszázad üzlete, és mindig újabb meg újabb ilyen internetes kattintós hülyeségekbe belevágnak, ahol lehet ilyen gyökettővel haladni, szóval ilyen 0,0 centeket keresni egész napos kattintgatásokkal, és mindig pont amire az ember már kivenné belőle a pénzt addigra, vagy a cég szűnik meg, vagy fizetésképtelenné válik, vagy megváltoztatják a rendszert, vagy mit tudom én. Úgyhogy én még egyetlen egy ilyen munkából sem tudtam pénzt kivenni, maximum ilyen 2-3 dollárokat. Gondolom nem vagyok ebből egyedül. Tehát ezek az úgynevezett
internetes munka gyerekbetegségei, amin természetesen én is átestem. És amikor hallottam a Kairos lehetőségről, akkor eleinte, amíg nem álltam bele jobban a dolgokba, nem igazán bíztam benne, mert azt gondoltam, hogy ez is egy ilyen ehhez hasonló lesz. És akkor ugye jöttek az impulzusok, meg jöttek az első teszteredmények, aztán Vili is mondta, hogy ő ebbe beszállt, és hogy nagyon jók a kezdeti eredmények, aztán egyre több embertől hallottam, és akkor csak azt láttam, hogy így mentek el mellettem az emberek. És mondtam, hogy hát akkor én sem akarok lemaradni, mert akkor ez egy nagyon jó dolog. És akkor jobban utána néztem, és én is kedvet kaptam, és úgy voltam vele, hogy emberek, ez tényleg nagyon nagy üzlet, hát ez olyan, ami nekem kell, akkor így beszálltam, és így lehet az életem, tehát ezzel a hármas stratégiával, mert mindannyian tudjuk ugye, hogy én a kliens értékesítője vagyok, tehát a kliens az a termékes üzletem, bár most az utóbbi időben egy kicsikét háttérbe szorult, és hát az online marketing, vagyis hát az Empower Network értékesítési rendszeres segítségével értékesítem én ezeket a termékeket, és ugye most harmadiknak hozzájött a Kairos. Úgyis éjjel-nappal be van kapcsolva az embernek a gépe, akkor már miért ne keressen vele pénzt alapon. Aztán amikor megláttam a marketing rendszerét, akkor meg még lelkesebb lettem, úgyhogy aztán most így ért körbe a dolog, és így lett teljes egész. Köszi, Judit, azért érdekes ám ez, mert én mindig azon gondolkozom, hogy ha bennünket hallgat valaki esetleg először, akkor mire gondolhat? Hát ugye mire gondolhat? Itt emberek biztos nem vették fel őket a tévébe. Én már hallottam, hogy ezeket nem vették fel a tévébe, és most kiélik ezt a hajlamukat. Ilyen hülyeséget, képzeljétek el. Na most erről szó sincsen, hanem egyszerűen arról szól a dolog, csak tényleg ilyen, Villás-Villa szoktam mindig azon, hogy józan paraszti észre kezdte meg gondolkozni, hogy most én offline házatépítőként össze-vissza rohangáltam 16 éven keresztül, tényleg bejártam a világot, csak ráment a családi életem, hogy eladjam a Herbalife-ot. Na most, ha hiszitek, ha nem, minden nap nekem az online segítségével van eladásom. Volt karácsonykor is, van szilveszterkor is. Mai nap is kaptam megrendelést a Herbalife-ba, de egy kukkat nem mentem érte. A vevőgondozást megcsinálom hírlevelekbe, az ilyen kis shake-party-szerű kis... Tehát tudjátok, hogy a shake-eket meg kellene kóstoltatni. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy nem lehet online építeni. Hát hogy kóstolod meg a teákat, a kávékat, ugye az Ayurvédánál például, vagy a mit tudom én. Tehát nem tudod azt, hogy a megkóstoltatni. De igenis meg, ha akarom, akkor megkóstoltatom. Mert megvan neki a módja, most nem térek ki rá pontosan, hogy, de meg tudom online kóstoltatni az emberekkel, mert mindig van ott a valamelyik munkatársunk az adott városba, tehát lehet, hogy te ezt nézed, akkor igenis oda tudok neked küldeni egy mintaterméket, meg tudod kóstolni. Na most ez azért érdekes, mert én ezelőtt egy évvel, biztos, ha aki velem van régóta, azt mondtam, hogy elindul majd egy ilyen lassú forradalom, vagy a network társadalomba, hogy most offline vagy online. És mindenki kiállt az mellett, hogy nem, személyesen muszáj találkozni. Na most csak gondolkozzatok tényleg ilyen józan paraszt észre, hogy nekem most a Szabival muszáj megfognom a kis popóját, hogy megpaskoljam. De figyelj már, Szabi, hát hírd már egy jó dolog ez az internet marketing. Most a Szabi, hogyha én beszélgetek vele Skype-on például, ha nem hiszi el azt, hogy én itt ezt jól tudom csinálni, és meg tudom neki tanítani, akkor azt még személyesen elmondva se fogja elhinni. Csak ez egy csomó pénzbe fog nekem kerülni. De hogyha folyamatosan figyelik az online munkát az emberek, egyszerűen rájönnek arra, hogy mindent, hangsúlyozom, mindent át lehet tenni offline, és én kimerem jelenteni, hogy szinte 100% lehet online dolgozni, networker, egyébként bármi mást is. Csak nézzétek meg, hogy egyre több a webáruház. Ott van a MediaMarkt például, csak mondom. Most karácsony után ilyen 80%, vagy mit tudom én, milyen százalékos leárazások vannak. És sokan bemennek a webáruházba, és onnan ingyenes kiszállítással vásárolnak. Nem mennek be a MediaMarktba. Persze, hogyha ott laksz mellett, akkor bemész, szétnézel, esetleg azonnal tudsz vásárolni, de
őszintén fölmész az internetre, szépen körbenézel, és sokkal olcsóbban tudsz vásárolni, meg már az online még olcsóbb, mindenféle ilyen logisztikai szempontok miatt, mert nem kell effektíve neked bemenned, szállítást fizetni, stb. Stb. Tehát azt akarom ezzel sugallani, hogy a online az teljesen föl fogja váltani a networkerek munkáját, és csak ez ilyen nagy találkozókon, tudjátok, ezen a nagy extravaganzákon, meg a Budapest sportcsarnoki 4-5 ezer emberes rendezvényekre fognak járni az emberek. Nem fognak még elmenni városi találkozókra, és mondják már neked, hogy minek? Hát gyerünk gyorsan föl egy ilyen konferenciaterembe, és akkor kész. Még úgy is lehet tartani előadást, hogy a gyerek ott ül melletted, hogyha mondjuk egy ilyen kismama vagy, és ott fogod a gyerekedet, elmondod a történetet, nem kell egy 30 perces vagy egy óra hosszás előadásért 3 óra hosszát eláldozni, mert oda kell menni, vissza kell jönni. Tudjátok ti, hölgyek vagy mi is, srácok, hogy ez nagyon-nagyon sok idő. Na most nem tudom, Árpi, van-e neked hangod? Nézzük már meg, mint gyémánt vezető. Várjál, adok hangot. Nincs valami macera van, akkor máma megcsináljuk. Jó, nem erőltetjük. Akkor itt van Rozi nálunk. Szia Rozika, ti építitek a okos bankkártyát, meg azt hiszem, hogy ti Zseneszt is építetek, hogy melyik szerinted a könnyebb? Az online-ba értékesíteni, vagy most elmész, és akkor bemutatod, ti melyiket használjátok jobban? Adom a hangot neked. Sziasztok, nem hallotok-e? Sziasztok. És hát igen, én a Zseneszt építem, és így nagyon jó, mert offline-ban nem igazán sikeres vagyok. Online az tegnap például bementem az irodába, és ott volt 70 dollárom, úgyhogy nem is voltam ott. És ez olyan jó dolog, mikor látom, hogy az irodába csöpög a dollár. A Béla meg az okos bankkártyát építi, meg a Kairoszt. Ő azzal foglalkozik, én a Zseneszt-tel inkább. És így sokkal sikeresebb a team meg az eladásaim. Azért kell komolyan venni egyébként, mert ezeken a tréningeken, és ma is lesz egy ilyen esti tréningünk, ami specializált réspiacnak fog szólni, tehát akik kairososok most, és az én csapatomban vannak, tehát ez egy ilyen belső meeting, gyertek minél többen, mert nagyon intenzíven megvan a terv, hogyan fogunk fölépíteni egy még nagyobb struktúrát azért, mert itt online megvan a módja. Nem véletlenül ugye David Woodnak megnéztem egy ilyen csapatépítő tréningét, ahol, megmondom őszintén, nekem is nagyon friss ez a koncepció, és rögtön azt mondtam, hogy jó, akkor ezt nem majd februárban, mert februárban akartam, most januárban el kell kezdeni, hogy január, február, márciusra meglegyen az a realizált összeg, amit szeretnétek. Teljesen a Kairosz rendszerére szinte, mint hogyha Dave azt sugallaná, hogy figyelj, hát itt van, nem látod. Tehát az univerzum mindig megadja neked, hogy hogyan lehet fölépíteni. És nagyon sok lesz a Kairoszos építkezésről szó itt a reggeli tréningeken is. Itt kérek elnézést attól majd esetleg, aki nem a Kairoszban van, hanem bárhol máshol, mert így vagyunk hitelesek. Tehát, hogy állandóan azt mondom, hogy hát itt milyen nagy csapatot lehet építeni, meg mit tudom én, a hírlevelek, meg tudjátok ezek a technikai kérdések, akkor jöhetsz egy olyan dologgal, hogy oké, de hát mutass nekem egy olyan céget, ami ezt a módszert alkalmazza. Tényleg csak egy, én jelent szerintem néztem, azt mondja, hogy olyan hat és fél hete vagyok benne a Kairosz bizniszben, és azért, mert ráépítettem arra a módszerre, amit a David Wood mutat, most kitettem egy csekket, majdnem 1400 dollár volt. Most nehogy ilyen dicsekvésnek vegyétek,
hanem egyszerűen azt kell megmutatni, hogy igenis ezzel a módszerrel sikerült az 1400 dollár majdnem megcsinálni, viszont ami megdöbbentett, hogy szerintem most bemegyek az irodába, már 150 csatlakozott munkatárs. Tehát ez valami brutális. Ez most azért érdekes, mert nem tudom, emlékeztek-e arra, Judit, amikor elkezdtük az Empower-t, még akkor úgy tanulgattuk, és az Ágy Zoli, emlékszem, kitette egy olyat, hogy valami fél, vagy három hónap után 36 embert. Tehát valami, és így néztem, hogy te jó Isten, milyen fantasztikus dolog, 36 embert, és itt mennyi idő alatt. És amikor nálam a 60 ember volt, volt is egy ilyen videóm róla, hogy két vagy három hét telt el, és 62 ember becsatlakozott. Tehát ez egyszerűen teljesen nekem is nagyon furcsa, hogy ekkora ereje van annak a módszernek, a hármas stratégia módszernek, amit mi csinálunk. Judit, egy pár szót mondj már arról, vagy ne is Judit, Bea, te azt hiszem, akkor már velem voltál. Emlékszel-e arra, amikor a Zoli ezeket kitette meg csekkeket, hogy az milyen léptékkel haladt, és most már ezzel a tudással egyszerűen sokkal gyorsabban elérjük az embereket. Adom a szót, Bea. Természetesen, hát mindenkinek nagyon meldebágó volt, amikor láttuk a Zolinak, tényleg az embernek még az is átfutott a fején, hogy csúsztatásra annyira soknak tűnt hirtelen, és rengetegen voltunk akkor, több százan, ilyen százas nagyságrendben hallgattuk a reggeli meetingjeit, és ittuk a szavait, hogy szerettük volna lemásolni, hogy ezt hogyan lehet csinálni. És tényleg most látni, hogy ezt lehet tovább fejleszteni. Ez csak kimondottan az Empower Network volt, és egyedül. És hogy mit jelent az, amikor az ember elkezd másfele is gondolkozni, és elkezdi használni a módszereket, hiszen ha nagyon meghallgatjuk a David Wood kazettákat, én nagyon sokáig bevettem a fejembe, hogy csak Empower Network, és nem érdekel, meddig tart, csak azzal akarok érvényesülni. És látom azt, ahogy már sokat szóra hallgatom ezeket az oktató videókat, hogy bizony ő is elmondja, hogy ez csak a módszer, tehát hogy ezzel bármit lehet építeni, és amikor tényleg a macskai tetőben, az akármiből milliárdosok lettek, meg milliómosok, meg akár magyar pénzben milliárd, és hogy tényleg ezt felhasználták egyéb más üzletekre. És most, hogy a Willinél látjuk ezt a hatalmas fejlődést, hát lehet azt mondani, hogy azért, mert a Willi, azért, mert hogy őt követjük, és mindannyiunknak a mentora, tehát lehet egy ilyen megközelítés is, de ez nem igaz. Tehát ez nem innen indul ki, mert én is látom, én nagyon picibe csinálom egyelőre, de attól függetlenül ezek a napi számlálók, ezek gyűlnek, és el vagyok tőle varázsolva, és most már egyre több emberrel tárgyalok, és már nem érzem azt a szkepticizmust, mint az elején. Tehát, hogy tudjuk mutatni a kollégákét, és ezért nagy ötlet az, amit mondtál, Vili, hogy tegyük fel a csekkeket, illetve hát a webirodánkat fényképezzük le, hogy mennyi van rajta. Akármilyen pici, de ha ezt nap mint nap megtesszük, akkor mindenképpen látszik a haladás. Szóval teljesen aláírom, amit mondtál, tehát maximálisan igazad volt. Mama. Látjátok, ezt mondom, hogy a mama vigyáz az unokára, és közben építi a hálózatot. Itt van, ezt próbáld megcsinálni offline. Ezt nem tudod megcsinálni. Vittem a gyerekeimet annak idején, de hát azért nem mindenki tudja, főleg főállásban tudjátok csak megcsinálni. Én tudom nagyon jól, most nem mondom, hogy írjatok be egy ötöst, hogy irodaházakból, munkahelyekről lopva hallgatjátok a reggeli tréninget, mert valamit el akartok csippantani belőle, én tudom, mert ugye sok kódokkal beszélek. És mondom, én mindig a mostani eredményeket mondom. És hangsúlyozom, ne dicsekvésnek vegyétek, hanem mutatni szeretném, hogy ez létezik, ezt meg lehet csinálni, ha én megcsinálom, bárki meg tudja.
Tegnap például rám ért egy srác, azt mondja Vili, sok videódat megnéztem már, milyen módon lehet a Kalatú rendszerét becsatlakozni, vásárolni. Mondom, nagyon egyszerűen adok egy linket, és kövesd a lépéseket, és kész. Elmentem, megebédeltem, visszajöttem, milyen üzenet vált szerintetek, szia Vili, beregisztráltam, követtem a lépéseket, ha valamit nem tudok, akkor szólni fogok. Hát mondom, ezt azért megnézem, lehet, hogy rosszul töltöttek. Én tudjátok, mindig van ilyen szkepticizmus. Bemegyek az irodába, ott van a regisztráció. Na most csak mondom nektek, $25 azért, hogy legyen neked 3 weboldalad. És ezért az ajánlásért te kapsz azonnal $17,5. $25 befektetés, tehát $25 eladás tulajdonképpen, $17,5. Na most nem tudom nektek ez mennyi pénz. Lehet, hogy te azt mondod, hagyjál már, hát nálunk sokkal nagyobb a jövedelem. Ő el lehet adni $100 terméket is, $70 a jutalék. El lehet adni $5,000 terméket is, $3,500 kapsz érte. Tehát sok mindent el lehet adni, de mi tulajdonképpen a Kalatú rendszerének ezt a termékét ajánljuk itt a magyar piacon. Na most a Kairosra, ha rávetítem, és nagyon fontos, és erről most egy nagyon komoly képzést fog csinálni azért, hogy értsétek, hogy hol vagytok, az 18 órakor lesz ma egyébként, 18 órakor a VIP teremben, ezt majd mindenkinek adok egy ilyen linket, tehát 18 órakor ma gyertek a Kairos képzésünkre, mert egyszerűen nem lehet ez mellett elmenni úgy, hogy csak úgy járunk, mint szegény Juditunk, hogy úgy látta, hogy úgy mennek, ez is beregisztrált, már ez is beregisztrált, ez is beregisztrált, Anni már itt bögdöste az oldalát, hogy gyerünk, induljunk már el, mert most ezt egyszerűen ne hagyd ki. Tehát ha kihagyod, én azt mondom, hogy őrült vagy. Onnan is inkább mondom, mert ugye nem régen, tehát 3 napos történet, hogy elkezdték a Kairos oldalakra, tehát főleg a főközponti csapat oldalra kitenni a csekkeket. Mai nap is van kint egy master. Akkor avattak egy master. Most nem mondom, hogy mi a master, de ez egy jó fokozat. Folyamatosan asszisztántokat avatnak. Folyamatosan avatják a különböző fokozatúakat, és az egyik srác odáig elment, annyira fölbosszantotta az, hogy biztos ez pilóta játék, meg ez csak egy virtuális pénzszaporító dolog, hogy teljesen hűítik az embereket, hogy fogta magát lépésről lépésre. Megmutatta azt, hogy hogyan tud ebből kivenni pénzt, még azt is megmutatja, hogy beteszed a bankkártyádat, és ott áll a videóban, figyeli, hogy beüti a kódokat, aztán beteszi a bankkártyát, akkor lehet hallani, pötyög a pénz, kiveszi a pénzt, kiadja a nyugtát, és megmutatja a nyugtát. Tehát annyira szájbarágos, hanem most, hogy gondoljátok, hogy ezt lehet hazudni, de nem hazudhatja. Tehát ott van a Kairosos kártya, ugye a e-payments kártya, tehát minden oda van téve, hogy te elhidd. Mondjuk engem nem kell győzködni, mert látom, már több rendszerben benne voltam, ami ugyanígy fizet, de ne kelljen téged győzködni. Nézd meg a szponzorodat, nézd meg, hogy kihez csatlakozol, és azt nézd meg, hogy ő most dolgozik még mindig munkahelyen, vagy esetleg már ebből él, mert engem teljesen lenyűgözött az, amikor megláttam a Horváth Gyulát, hogy 5 hónapos eredménye mi volt a Gyulának, és azt is meg tudtam, hogy a Gyula egy ilyen nagyon komoly cégnek az egyik ilyen területi igazgatója volt, vagy hanem a egész országos igazgató, nem tudom pontosan a sztori, de tudom, hogy egy olyan állást hagyott ott, amit azért nem biztos, hogy te ott hagynál fizetésbe is, meg egzisztenciába is. És most elkezdett pilótát játékozni, tehát hogy van ez? Tehát itt ezekkel a sztorikkal egyszerűen mi nem győzködünk embereket, hanem egyszerűen mi csináljuk. Aztán utána te majd csinálod, ha akarsz valamit. Mondok egy konkrét példát. Sokan kinevettek, hogy én ki szoktam néha tenni ilyen harcművészeti videókat. Most nem tudom, láttátok-e, amit ma tettem ki, hogy Jean-Claude Van Damme egyik filmjében tanították, a mester tanította a Van Damme-ot, hogy le tudja győzni majd az ellenséget. És mit csinált? Nem azt csinálta, hogy odaállt
a Van Damme-nak, és akkor mondta, hogy figyelj már, akkor ezt csináld, ezt csináld, ezt csináld, mert ez lesz a jó az, hanem ő is csinálta, megmutatta, lemodellezte a mesternek a mozdulatait. És teljesen hihetetlen volt, hogy a hatalmas Don Paul, vagy John Paul, nem tudom, hogy hívták a gonosz embert, az legyőzze a Van Damme. És persze, hogy legyőzi, hát így van kitalálva a filmben. De ez sugallja azt, hogy egy lehetetlennek tűnő célt bármikor el lehet érni, ha valamit le tudsz modellezni, azt kifejleszted, és ezt véghez viszed a cselekedeteket. Tehát teljesen jó modellezi egyébként a harcművészet az, hogy hogyan kell esetleg egy sikert elérni. Nézzetek ilyen harcművészeti filmeket, érdemes. A Jackie Chan-nek vannak ilyen régi filmjei, hogy hogyan tanítják meg arra, hogy legyőzze a gonoszt például. Tehát ez azért jó, mert főleg aki harcművészetet csinál, bár kár, hogy nem tudom most az Ártit megszólítani, mert ugye ő tudja, hogy miről beszélek, és nem véletlenül érte annak idején a gyémánt szintet az Árpi. De pontosan azt modellezi le, azt a tudást használja, ami a sikerhez kell, és nem a Titok című filmet kell neked nézni, hogy jaj, hát most milyen jó, meg majd bevon, nem fogod bevonzani, hanem követed a modellezés művészetét, és abból nem cselekedsz folyamatosan. Most ez a cselekvés, ezt csináljuk mi a blogokban meg. Tehát folyamatosan ugye mi fölépítjük a blog oldalt, ugye a weboldalt, ha becsatlakozol hozzám, mi ezt megcsináljuk neked, de hangsúlyozom, neked kell életet lehelni bele, és ezt is megtanítjuk. És ahogy így fújod bele az életet, ahogy a Judit mondja, hogy megszerette ezt a blogolást, és nem kell újságírónak lenned, nem kell, mit tudom én, professzionális blogolónak lenned, hanem egyszerűen, mint az iskolába egy irodalom órán. Bevezetés, tárgyalás, befejezés. Ezt kell megtanulni, ezt azért megmutatjuk neked, hogy kell, és mondd el a saját történetedet. Na most ez már nem elég, hogy leírod. Ez még lehet, hogy egy évvel ezelőtt ugye elég volt. Erre kell egy olyan videót csinálni, amiben segít neked a bio például. De ugyanúgy te is csinálsz interjút valakivel, ezt fölveszed videóra, és tedd ki folyamatosan. Én most például teljesen átrendeztem a weboldalamat, mindjárt adom a szót be, teljesen átrendeztem a weboldalamat, és leszettem egy csomó sallangot róla, és folyamatosan sztorikat nyomok rá. És egyszerűen tegnap, ahogy kitettem, tehát nem azért tettem ki, hogy na, biztos volt köztetek is, hogy na, már megint a Willi dicsekszik a vala hülye csekkivel. Nem. Egyszerűen kitettem, fölhívtak megint Szlovákiából, hogy figyú Vili, akkor ezzel a héten regisztrálunk. Nem állítottam géppisztoly elé az embert, semmit nem csináltam, csak egyszerűen kitettem a videót, kitettem azt a blogot, ami esetleg így érdekes lehet, és az emberek a sztorira mennek, higgyétek el, az emberek arra mennek, hogy biztos, hogy igaz-e, és hogyha te például egy ilyen újságcikket, ami megjelenik hülye újságokban, ez alá te beteszel egy ilyen sztorit, és nem győzködöd, hogy hát ez hülyeség. Figyelj, tényleg, én olyat írtam, hogy jól átvertek bennünket. Csak próbáld ki. Írjál, jól átvertek bennünket a Kairosszal. Olyan gyorsan fognak rákattani az emberek, és közben látják, hogy basszus, ez nem átverés. Hát szedik ki a pénzt az emberek az automatákból. Hát ugyan már én is szedjek már ki valamennyit. Na, adom a beszót. Szerintem csak egy rövid erejéig eszembe jutott, ahogy beszélsz, bekattam, hogy azért lenne jó, hogyha más is csinálna ezeket az interjúkat, mert én azt fedeztem fel, hogy ez akár lehet egy csali. Mert hogyha te saját magad erősen promotálsz valamit, illetve mert úgy tűnik, hogy nyomulás te, mint hogyha te rá akarnád beszélni, de hogyha te kimondatod a partnereddel, az interjú alanyoddal, azt, amit mégse neked kell, akkor ugyanazt a hatást el tudod érni, sőt, nem ugyanazt a hatást, hanem sokkal jobbat, mert nem neked kell győzködnöd valakit, hanem kimondatod a másokkal azokat az előnyöket, azokat a motivációkat, hogy miért is jó az az üzlet. Tehát elmondja helyetted egy ügyes kérdezéssel, vagy egy valamivel, elmondja helyetted, és ezáltal nem te leszel az, aki direktbe nyomulsz. Ennyit akartam mondani, nem tudom, mi a véleményetek róla, de én ezt tapasztalom. Adom, Ani,
Sziasztok, hallatok? Tehát hallatok? Oké. Közvetlenül Beához kapcsolódik a mondandóm, azért is elkezdtem, mivel az új év első napján velem készített egy interjút, és a lényeg az, hogy tényleg csak úgy közvetlenül beszélgetünk, és valahogy én is jobban elengedtem magam, és tényleg jobban kihoztam magamból azt, ami bennem van. És a lényeg, amit akarok ezzel mondani, hogy az utolsó kérdése Beának az volt, hogy beszéljek az idei évi tervemről, hogy mit szeretnék elérni, és én akkor elmondtam neki egy történetet, hogy én hogyan tervezem az idei évemet, ezt most nem akarom nektek elmondani, csak a lényeg az, hogy abban a pillanatban eszembe jutott, hogy ugyanezt a tervet, erről készítek egy rövidebb kis videót, és kiküldöm a hírlevél olvasóimnak. Tehát nem csak az, hogy ötletet adott arra, hogy most mindjárt január 1-én én hogyan álljak tovább az üzlethez. Tehát nem csak az, hogy te nem mutatod magadat, hanem merítesz belőle ötletet, hogy hogyan lépjél tovább. És ez én nekem nagyon jó volt, mert mindjárt készítettem egy rövid kis videót, és a hírlevél listára azonnal készültem. Tehát ezért is érdemes egymással beszélgetni, nem csak az embernek magába adja, hogy úristen, mit is mondjak a videóba. Köszönöm, ennyi ragasztam. Köszi, Ani. Közben egy visszajelzést kérek ott a chat falon, hogy ugye mennyiben másabb az, hogy ugye egymással beszélgetünk most, tehát nem csak engem hallotok, hanem látjátok a munkatársaknak a véleményét. Én folyamatosan próbálok benneteket fölhozni, és most is kérlek benneteket, hogy ilyen kezeket tegyetek fel, aki szeretne föltenni. Mindjárt Anti téged is megpróbálok fölhozni, és legyetek napi, tehát mikor följössz ide a tréningre, és tényleg hozzá akarsz szólni, akkor vegyél egy jó kamerát. Tehát hidd el nekem, tudom, hogy ott van a gát benned. De ha sikeres akarsz lenni, akkor vegyél egy jó C270-es Logitech-et, 6-8 ezer forinti befektetés. Hidd el neked, életed egyik legjobb befektetése. Nem kapok a Logitech cégtől jutalékot sajnos, de legyen egy jó kamerát, és szólj hozzá, próbálj, mert hidd el, lehet, hogy először nehéz lesz, de aztán azt mondod, hogy de jó érezte maga, nem fáj. Ani, figyelj csak, érzel-e valami olyat, hogy fáj, vagy viszket, vagy nem tudom, kiütések lesznek rajtad, mert itt vagy fönt, vagy tehát nem hiszem, hogy olyan fájdalmas lenne. És nem baj, ha nem vagy megfésüködve, én sem fésüködtem, meg máma csak gyorsan, hogy tudjátok, ilyen fiúsan ide jövök. Nem ez a lényeg. Most mi nem egy tévéműsort csinálunk, azt hagyjuk meg a Stoll Andráséknak, hanem mi egyszerűen építjük az üzletünket, egyszerűen megmutatjuk, hogy milyen sikereket érünk el, és ha van neked kedved ahhoz, hogy mit tudom, építed a, mit tudom én, milyen kozmetikai cégedet, akkor nézd meg most őszintén, hogy az hogy halad. Nézd meg azt, hogy most karácsony meg a szilveszter eltelt, most januárban ki fog tőled vásárolni ajándékba kozmetikát. Tehát azért olyan sokan nem fognak. Elmondom neked, nem biztos. De ha te mondjuk csinálsz egy szülinapi kampányt, például egy ilyen aki mondjuk januárban született, én is, hogyha van ilyen kozmetikát, nyugodtan felajánlhatod, csak viccelek, de mondjuk egy születésnapi kampányt akarsz csinálni január szülötteinek, akkor ez egy réspiac. Ha elkezdesz kommunikálni, most zseneszeseknek mondom, csak a januáriaknak mondjuk, egyszerűen meg fogod látni, hogy megindul a megrendelésed. Honnan tudom? Tehát David Wood ezt mondja, hogy hogyan alakíts ki megfelelő réspiacot. Azt te kitaláltad másra is. Tehát visszatérve, ha van valamilyen céged, nem hiszem, hogy te tudod azt online, hogy kell értékesíteni. Lehet, hogy tudod így a hírleveleket, meg úgy, ja, hát tényleg, hát nekünk is van különböző elkapó oldalunk, meg tényleg vannak konferenciáink. Igen, de az apró kis trükköket. Nem hiszem, hogy tudod. Nem hiszem, hogy tudod, hogy most a Facebookra mekkora mennyiségű videót föl lehet tölteni. Nem hiszem, hogy tudod. Ezt tegnap mondtam éppen Beának, ő is elcsodálkozott, és most rámentem a különböző fanpage oldalaitokra. Nem látok videót föltöltve. Aki tudják ezt az információt,
akkor most, például mai reggel ezen egy új, lehet egy új információ, neked nyomjad már fölfele, és írjad oda, hogy egy pár szóval mit tartalmaz a videó, és bővebben kattints ide, és gyere a weboldal, vagy a blog oldalunkra például. Tehát ez is egy olyan információ, amit lehet, hogy ha nem vagy itt, vagy nem nézed ezt a videót, akkor nem tudsz. És folyamatosan fogok neked olyan információt adni, mert mi ott vagyunk napra készen, mint egy adó tanácsadó. Nem biztos, hogy jó lenne, egy olyan adó tanácsadód lenne, aki nincs képbe a dolgokkal, és akkor te fizetett egy csomó pénzt. Itt ugyanaz van. És most jelen pillanatban a sztori megfelelő tálalásával tudsz igazán értéket adni. Volt a Lázár Bettinek egy nagyon jó mondata, ami nekem is megütötte a fülemet. Ugye ők a Horváth Gyulával az élen kezdték el az online marketinget egy bizonyos módszerrel, ugye Kairoszt értékesíteni. Most próbáld meg ugyanúgy. Csak próbáld meg. Nézd meg. Egy hónap alatt. Betty mondta, nem én mondtam. Mondta, hogy egy hónap alatt, mint hogyha elvágták volna, megállt az a módszer. Egy ideig jó volt, aztán utána már ugye többen megismerték a dolgokat, és nem kattintottak rá. Változtatni kell mindig. Na most ezt a változtatást mutatjuk mi folyamatosan be. Hol egy ilyen trükk, hol egy olyan trükk, hol egy ilyen módszer, hol egy olyan módszer, de ez csak akkor vagy képbe, hogyha benne vagy a folyamatban. Adom a hangot be, ha? Hozzá Lázár Bettit itt Csápol már régóta, és nagyon szeretném, ha megszólalna, mert értelmeseket. Én próbálom a Bettit behozni, csak az elébb is nem bírtam, de megpróbálom még egyszer, mert adom a hangot Betty. Vár egy pillanatra, azt mondja, hogy jó, ameddig én keresem a Betty. Átadom neked Milián a szót, nem tudom, hogy meg tudsz-e szólalni, mert olyan, mintha le lenne merevedve a kép. Te nem régen csatlakoztál Milián hozzánk, és egyébként ő volt az, akiről már meséltem, hogy fölhív engem olyan 7:30-kor, hogy figyú, itt állok az OTP-nél, át akarok utalni 180 000 forintot, mondjál már egy számlaszámot. Na most értitek, hogy az életemben nem találkozok az emberrel, fölhív engem, és azt mondja, át szeretne utalni 180 rúgót. Na, hova lettél? Milián, gyere vissza! Itt van. Így volt-e, vagy nem így volt? Mondj egy pár szót nekünk, remélem, hogy jó az interneted. Most olyan, mintha lefagyott volna. Egy pillanat. Akkor adom a Betty a kamerát neked, hát ha sikerül elfogadni. Írja a Milián, hogy lefagytam. Nem bár a kérdést tudod, és akkor megpróbáljuk, hát ha még egyszer be tud. Egy F5-öt nyomjál, és akkor vissza tudsz jönni. Közben küldtem az elfogadást, remélem, hogy sikerül, és itt van a Váradi Marikának is küldtem, akkor őt leveszem, és megpróbálom, hát ha Berman be tudna még jönni, de ha nem, ő akkor majd holnap. Jó, mindjárt megvárjuk, hát ha Betty be bír jönni. Tehát a lényeg az, így a mai tréninget, hogyha így összefoglalom, hogy ott van az üzleted, egy szuper cucc. De nézd meg, hogy most hogy fogod tálalni. Most kimész a Váci utcára, és mondod, hogy hát akkor most meghívlak, gyere már be, és akkor majd itt valamit csinálunk, vagy egy bemész a Lurdi házba, és egy hármas komfort csinálsz, vagy hogyan? Jó a módszer, csak azt mondja David Wood, egy idő után egy komplet szívás az egész. Azért, mert sokszor buktatókba ütközöl, hogy elmondod a szponzoroddal egy hármasba, hogy mi az üzenet, és hát jó ez, most nincs annyi pénzem, hogy belépjek. Hát jó ez, de most tulajdonképpen most nem, majd megbeszélem otthon a férjemmel, vagy az asszonnyal, tudod. Itt online ez ki van küszöbölve. Nincs ilyen. Nincs. Hogyha egyszerűen akarsz üzletet építeni, te kirakod minden napot a céged üzenetét, elmondod, hogy te hogy csinálod, megmutatod a társadalmi bizonyítékokba, hogy tessék, mi így csináljuk. Ha van kedved, úgyis csatlakozol, ha meg nincs, akkor meg minek erőködjünk. Tehát erről szól a hármas stratégiának a módszere. Úgyhogy hát 10 óra van, eltelt az idő, remélem, hogy adtunk ma is értéket. Holnap is ugyanebben a formában, ugyanebben ezen a linken fogunk találkozni, gyertek. Ha van kamerátok, akkor jelezzetek nekem, én föl foglak benneteket hozni. Osszátok meg a tapasztalataitokat, ezt folyamatosan teszem ki majd
a közösségi oldalakra. Le is töltheted az én YouTube csatornámról, akár meg lehet vágni, a te sztoridat külön ki lehet rakni, tehát sok mindent lehet ezzel csinálni, használjátok ki. Ezt nem csinál senki Magyarországon. Oké, hát akkor ennyi lett volna a reggeli tréning, holnap találkozunk, az erről legyen veletek, és ma 18 óra saját csapatomnak Kairosos meeting, még a Gyula tréningje előtt, tehát 20 óra, akkor meg valószínűleg, hogy a Gyulái kezdenek központi bemutató tréninget. Gyertek, és egy kicsit a stratégiai tréninget csinálom. 18 órakor küldöm a Kairos VIP csoportomba a linket. Sziasztok! Audio Jungle.